Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a jelenlévőket és a képernyő előtt ülő dömösieket a mai rendkívüli képviselőtestületi ülésünkön. A jelen képviselőtestület most teljes létszámban jelen van, úgyhogy köszönöm, hogy mindenki tudott szakítani, időt szakítani erre. Jegyzőkönyv hitelesítők személyét választjuk meg. Kérem, aki jelentkezik jegyzőkönyv hitelesítőnek, az jelezze. Szilágyi Gábor egy, meg még egy, és Ilike második, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítőkkel, az kézfelemeléssel jelezze. 2-4, és a 2-4-5, és aki tartózkodik, az 2. Azt mondja, hogy igen, 2-T. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz van-e javaslatuk, észrevételük? Robi? A javaslatom ismételten az, hogy én szeretném tudni, hogy ezek a pontok pontosan mit jelentenek, mert úgy tudom, hogy a mai napra egy dolgot beszéltünk meg, a illetmény megállapítása, a másik kettő az nekem kicsit váratlanul ért, vagy érkezett, vagy erről is fogunk ma tárgyalni. Mint múltkor azért nem fogom én leszavazni, hogy változtassuk meg, hogy nem megtudjam, hogy mi van benne, vagy miről van szó, illetve hát a dömösi lakosok is megtudják. És akkor megint ez a picit késő. Megértem persze a hátteret, csak ez szerintem jó lenne mindenki számára, hogy ez egy javuló tendencia, hogy lássuk, hogy miről szeretnénk tárgyalni aznak. Ez a célja a napi rendbevételnek. Más valami? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom a napirendet, aki elfogadja a napirendet a kiküldött formában, az kézfelemeléssel jelezze. 7 igen, köszönöm szépen. 0-0. Az első napirendi pontunk egy nagyon régi megoldatlan, ugye a érintett volt pedagógusoknak, illetve az önkormányzatnak. Egész 2001-ig húzódik az ügy. És hogy Robinak válaszoljam, hogy miért nem volt betervezve a mai ülésre, az azért, mert eddig nem tudtunk róla, hogy határidős feladatok rót a tatabányai törvényszék dömös önkormányzatára. A legutolsó érkeztetett végzése a tatabányai törvényszéknek június 4-én adták fel, és június 5-én érkezett dömösre, amelyben azt 10 napon belüli kötelezettséget ró az önkormányzatra. A 10 napos kötelezettség pedig onnan adódik, hogy azt mondja, hogy az megelőző végzését, a törvényszék felhívja az elszerendő alperest, hogy a 29. számú jegyzőkönyvi végzésben foglalt kötelezettségének 10 napon belül jogkövetkezmények, pénzbírság, meg terhe mellett tegyen eleget. A 29. számú jegyzőkönyvi végzés pedig április 3-án érkezett az önkormányzathoz, amiben felhívja bizonyos nyilatkozatok megtételére az önkormányzatot, de hát ez nem történt meg az elmúlt 2 hónapban, és ezért újra felszólított a bíróság. Teljesen nyilvánvaló, hogy kicsúsztunk a 10 napból, de az is nyilvánvaló, minthogy nem tudtunk róla, de az is nyilvánvaló, hogy az önkormányzat jogászának ebbe lépni kell, tehát nem maradhat válasz nélkül ez a per, ami 12 hónapja húzódik, és hát nagyságrendileg 12 éve, 11 óta, és hát nagyságrendileg egy 12 millió forint körüli összeget jelent az önkormányzatnak, ha elveszítjük ezt a pert. Tehát erről mindenképp szerettem volna tájékoztatni a testületet, illetve ehhez kapcsolódik majd a második napirendi pont is. Ugye a jelenleg érvényben lévő SMS és szabályozás szerint én 10.000 forint fölött nem vállalható kötelezettséget, tehát praktikusan én ezt a jogásznak se küldhetem el az anyagot, hiszen ott 20.000 forint a per óra díjjal kezdődik a munka, hogy akkor most SOS nézze át az anyagot, és lépje meg, amit meg kell lépni. Tehát ezért került ez ilyen hirtelen ma napirendre. Én tekintettel arra, hogy ez az okiratoknak csak az egyik része, ami 12 év alatt kezdődött. Annyit tudni kell, hogy 2006
2006-ban, amikor az önkormányzat szerződést kötött az önkormányzat ügyvédjével, dr. Szűcs Imre Zoltánnal, akkor ő ezt a pert gyakorlatilag 4 évig, sőt hát tavaly így vitte, és onnan tavaly szűnt meg az önkormányzattal a kapcsolata, tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó munkáját nem fizette ki az önkormányzat. Amit Csonka József persze úgy kommunikált, hogy megkérdezték az ügyvédet, hogy mit csinált, ő nem tudott beszámolni a munkájáról, és ezért nem fizettek neki, és inkább visszaadta a pert. Egyszónak is száz a vége, vagy száz szónak is egy a vége, köszönöm. Az ügyvéd úrnak nyilvánvalóan foglalkozni kell ezzel, hiszen nem kockáztathatunk 12 millió forintot. Azt hozzátéve, hogy az érintett pedagógusoknak is igazuk van, akik a másik oldalon állnak, és hogy érzékelje a testület, akik ezt még nem ismerték, a lakosság, hogy a 2001-ben elbocsátották a pedagógusokat, és végkielégítésként az alsó héten ingatlanokat adtak át a részükre tulajdonba. Azokat az ingatlanokat azóta sem tudják értékesíteni, tehát hogyha is nagyon beragadt a vagyonuk, és ott áll a bozótba és az erdőben, és ezt nyilvánvalóan nehezményezik az érintettek. És akkor erről folyik a per, gyakorlatilag, tehát erkölcsileg nyilvánvalóan igazuk van, jogilag még nem döntött a bíróság, de hát 12 éve tart. Legjobb az lenne nyilvánvalóan, hogyha lenne 12 millió forintunk, és azt mondanánk, hogy na, akkor most helyreállítjuk az erkölcsi igazságot, és kifizetjük a kártérítésüket, és az önkormányzat visszakapja a földeket, de nyilvánvalóan 12 millió forintunk erre jelenleg nincs, mint ahogy az elmúlt években sem volt. Én azt gondolom, hogy ez esetben ezt az első napirendi pontot csak tájékoztatásnak szántam, inkább a második napirendi pontban kellene szavazni arra, hogy felhatalmaztok-e arra, hogy illetve visszaállítjátok-e a régi kötelezettségvállalási keretét a polgármesternek, vagy minden ilyen esetben össze kell ülnünk, de ezt majd elmondom akkor. Van-e kérdés ezzel a pedagógus perrel kapcsolatban? Köszönöm. Tehát akkor lehet, hogy elején picit kevésbé pontosan fogalmaztam, tehát az, hogyha hirtelen kell valami napirendi pont, az nekem tényleg elhiszem, hogy nagyon fontos és nagyon jó, csak ezek a napirendi pontok tegnap délután 3 órakor már tudva levő voltak, és semmilyen információt mi nem kaptunk erről, hogy ez mennyire lesz itt szól, és én ezt szeretném jelezni, hogy fontos lenne legalább a két papírt megkapjuk, hogy röviden összefoglalva, hogy tényleg miről lesz itt szó, hogy ne úgy üljünk itt, mint mondjuk a laikusok, hanem hát, hogy mégis mi ugye képviselők vagyunk, és fontos szerintem, hogy tudjuk, hogy miért ülünk mi itt. Teljesen világos. Én azt gondolom, hogy egy idő, elternek ezek a viharos idők, mert akkor be tudunk állni a rendes üzemmódba, főként, hogyha jegyzői segítség is lesz meg ottünk, ez nem jegyzői segítség kérdése. És akkor visszatérek, amit gyakorlatilag napirend előtt szerettem volna elmondani, és ami egy kicsit magyarázat is, hogy tegnap délután így miért nem tudtuk összerakni a meghívót. A legfontosabb az, hogy tegnap a közös hivatal a dokumentumait Tatabánya, Esztergom, Dömös, Esztergom, Tatabánya államkincstár, tehát kormányhivatal háromszögben aláírtuk, és a Magyar Államkincstárhoz eljuttattuk. Itt volt, hogy is mondjam, még azért probléma, mert a dömösi hivatal megszüntető okiratáról ugye nem kellett szavaznunk, hiszen azt megtette az előző testület, de tegnap, amikor kellett volna, akkor nem akart előkerülni az a igen fontos dokumentum, amivel együtt kell beküldeni a Magyar Államkincstárba. Úgyhogy hát majd 3 órát sikerült ezzel itt elbíbelődni a tegnapi napból. Azt megelőzően a katasztrófa védelem munkatársával több mint 2,5 órán át rögzítettük az eseményeket és a teendőket, mert hogy jön az ellenőrzés, mit tudom, hogy milyen dandártábornok, akit ha itt volt, nem láttunk, ha nem volt itt, akkor csak megijesztett.
A rákövetkező időben pedig hát a tegnap előtti döntésnek megfelelően raktuk össze a faluház belső felújításának az anyagát, hogy még az föl 3-ig a tegnapi postával el tudjon hivatalosan menni. E-mailen persze természetesen elküldte az ember, de hát az említett előbbi időkeretek miatt ebben csak két hetőket tudom neki fogni, hogy minden érvényes legyen, minden jogszerű legyen, minden kivonatot legyen, hogy az MVH véletlenül se legyen formai hiba, hiszen ahogy beszéltük, 41 néhány napunk van megmenteni ezt a 12 millió forintot. Úgyhogy valóban csak 3 óra után jutottunk ide, de hát ott be fog állni, és hogyha már eljutunk abba a kényelmes helyzetbe, hogy havonta csak egy, maximum két ülést kell tartani, akkor ez az igény kielégíthető lesz. Más? Hát a Lóvispárral kapcsolatban. Lehet tudni, hogy jelenlegi helyzetben milyen kondíciókkal vagyunk benne a Pillanatilag nem. Tehát azt látjuk, hogy a önkormányzat ebben az esztendőben a Szűcs Imre ügyvéd úr értelemszerűen ebből kizáródott ebből a perből. Az önkormányzat a tárgyalásokra, ahogy látom, nem járt el. Tehát gyakorlatilag megyünk az események után. Lehet tudni, hogy a korolaikért ingatlanok közül valamelyiknek az értéke nagyobb, vagy kisebb, vagy van olyan, ami esetleg beépíthető a későbbiekben, hát vagy egyáltalán nem építhető be? Itt egyik öt ingatlanról van szó, nagyságrendű ilyen 800 és 1100 négyzetméteres ingatlanok. Gyakorlatilag egyik sem beépíthető. Ugye annak idején akkor még az a 11-es elkerülő út az talán képben volt, vagy nem volt képben, azt pontosan nem tudjuk. De jelen állapotában ugye ma az, hogy egy beépíthető ingatlan legyen, akkor autó, tehát utcáról megközelíthetőnek kell lenni, infrastruktúra, víz, ez az, de hát az első sem felel meg, hiszen nincs utca. Ez a Osztermann Bélái utáni utca, tehát az Alsórét utca nem nyílik rá. A Pereszlei ég alatti öt kis ingatlan, ami ott az erdőbe torkollik ki. Táncsis utcáról nincs, alulról nincs, mert állami terület, és nincs utca. Még ilyen szimbolikus sem, mint itt ezen a szakaszon. Tehát praktikusan beépíthetetlen ingatlanok vannak. Mai formájában biztos. Rendezését nagyon bíztunk abba, és én is csak azzal tudtam a 2006-2010-es időszakban a pedagógusokat, akik nyilvánvaló emberileg aztán mindannyiunk megért, hiszen a végkielégítések közül nem jutottak hozzá, és az önkormányzat így azért mégiscsak adósuk nekik. Abban bíztunk, hogy a 2007-ben elindítottuk ugye az Alsórét területének az önkormányzati tulajdonban való visszaszerzését, és a rendezési tervben pedig szabályoztuk azt utcákra lebontva azt a területet, hogyha ez a kettő összeér, visszakapja az önkormányzat az Alsórét 8 hektáros területét, akkor a rendezési terv nyomán beépíthető telkeket lehet kialakítani azon a területen, és akkor kapásból az ő jelenlegi kis értékű ingatlanok is értékessé válik, hiszen beépíthetővé válik. Ez a folyamat megakadt, a ingatlan visszaszerzés. Nyilvánvaló, majd a képviselőtestületnek ezen gondolkodni kell, hogy egy két nap ezelőtti információ, hogy 1000 önkormányzat vagy 1000 állami ingatlant kaptak vissza önkormányzatok. Tehát itt majd el kell tűnődni, hogy mi a jövő. De más igazán praktikus és olcsó, vagy önkormányzatnak szerintem nem kerülő megoldás nyilvánvalóan nincs. Nincs. Ha megnyerjük a pert, akkor ez a 8 ember az hát gyakorlatilag nem jutott hozzá a végkielégítéséhez. Jogilag jól jár az önkormányzat és megspórolja a pénzt, de erkölcsileg nyilván hát nem leszünk nyertesek. Ha ők nyerik meg a pert, akkor meg nyilvánvalóan az önkormányzatnak az évi kamatokkal rakodó. Ugye 8 millióról indult, hát most nagyságrendben tarthatunk 12-13 milliónál, tehát minden évben nagyobb, tehát értelemszerűen.
Ez 13 év, még ilyen enyhe inflációval is, gyarapodik az összeg. Az mindenféleképpen érdemes lenne a ügyállásáról informálódni, és akár egy rendkívüli megegyezőbe gondolkodni. Arra is nyitottak vagyunk, csak először legyen egy vélemény, hogy hogy áll az ügy. És ezt folytatná Szűcsúly? Hát, természetesen persze. Tehát tisztán kellene látnunk kezünkbe, persze. Milyenek az esélyeink, tehát mindenféleképpen. Hát nyilván átadjuk az ügyvédőnek, és az első, hogy készítsen egy összefoglalót nekünk, hogy hogy állunk, mielőtt azt mondjuk, hogy folytassa, tehát először is nézze meg. Tehát ez az első. Egy kérdés, ami a legelején, tehát ezek az ingatlanok most a pedagógusok tulajdonában vannak? Tehát akkor ők elfogadták ezt, vagy igen, ott történt. És akkor elfogadták, szóval meggondolták magukat, hogy mégsem jó nekik, vagy? Igen. De gyakorlatilag igen. De volt egy adósságrendezés még a... Benne volt ez is. Jó. Amikor elfogadták, de a 2006-ban egy újabb pert indítottak, meggondolták volna, és a bíróságnak az állásunk fel pillanat, hogy értékében nem megfelelőek ezek a területek. És még annyi sőcsavar, volt a történetben, hogy egy Haller ügyvédi, Eszegon Haller ügyvédi irodán keresztül kapták meg, tehát az önkormányzat az ügyvédi irodának adta, a Haller meg a tulajdonosok meg, tehát a csavaras dupla. Jó, akkor térjünk rá a második napi rendi pontunkra. Szeretném. Hát azt hiszem, ez képviselőtestület ülés, úgyhogy... De tájékoztattam a képviselőket. Ne tájékoztattam. Én többet tudok róla, mint de három éve volt tájékoztatni, úgyhogy most ne szólj bele. Nem adom meg a szót. De ez az, amit mondtál, ez a probléma. Tehát most lehet, hogy meg tájékoztatva. Második napi rendi pontunk a polgármester kénytelenkedő kötelezettségvállalás vállalás határértékének megtárgyalása. Korábban ugye 200 000 forinttal állapította meg 2006 és 2010 között az önkormányzat ezt az értéket. Csak jelzésként mondom, hogy Gábor nyilván megerősít, hogy minden 100 000 forint fölötti összeget megegyeztettem, tehát akár a videókamera beszerzés is minden testületülés volt, tehát elméleti határ. 10 000 forinttal nem akarok törvénysértésbe kerülni, tehát én ezt praktikussági célból javaslom, hogy állítsátok vissza. Nekem az is jó, hogyha most azt mondjátok, hogy az ügyvédnek odaadhatom dolgozni, mert nyilván a 10 000 forintnál ez több, és akkor az SMS és az egyéb rendeletekkel jövő a következő hetekben majd a jegyző úgyis átalakítja, és akkor a megfelelő rendeleti sorra beépíti a ti döntéseteket, hogy milyen összeghatárt határoztok meg, de lépni tudjak a... Tehát holnap el, hogy meg tudjam kérni az ügyvédőt, hogy dolgozzon, ennyi az egész. Nyilvánvaló. Most az egy elméleti dolog, hogy holnap meg kell rendelni majd ezt a mi a fenét klórmeszet, ami ha fölmérjük a területet, az nyilvánvalóan 100 000 forintos tétel lesz. Tehát ezzel a megfontolásból sem árt, hogyha van jogosultságom, és nem a katasztrófa helyzetre kell, vagy ne kelljen összeírni benneteket még egyszer. Ennyi. A praktikus számot. A jogi képviselő megbízása, azt mondod, hogy 20 000 forint per óra. Ha te megbízod, akkor mondom egy hosszabb távú megbízása, tehát nem az, hogy egy órát bízom meg, és akkor nálni. Nyilvánvaló, tehát jogi képviselőt mindig ügyre bízunk meg. Mm-hmm. Azt nem tudjuk, hogy mennyi az ügy. Tehát csak egy keretszerződésünk van, amiben 20 000 forint plusz áfa óradíj van, hogyha az az ügy az mint ahogy ez nyilvánvaló, a 4 év alatt több volt, mint 20 000 forint. De mostanában arról beszéltünk, hogy csak hogy áttanulmányozza az ügyet, hogy most ez egy egyszeri lenne, nem arról beszéltünk? Kérjünk tőle egy állát, akkor még ebben a percben eddig is ő volt. De kérjünk tőle egy hogy most én nem fogom megbízni előre, hiszen ezzel foglalkozott a keretszerződésünkért. Csak annyira, hogy felhívom telefonon,
hogy itt van az ügy, elküldjük e-mailben, nézze át, és írja meg a jelentést. Tehát praktikusan hírásos megvédás nem fog születni, csak egyáltalán kiadhassam neki a munkát. Egy-két óra, 20-40 ezer forint. Nyilván, tekintve arra, hogy 4 évig dolgozott ezzel az ügyel, nem először kell neki kezdeni átnézni, hanem csak az elmúlt 7 hónapot, amióta nincs benne az ügybe. Tehát nyilvánvaló nem olyan sok, mint ha az előről kezdeni. Úgyhogy erről szól a történet. Most nyilván a klórmész az meg egy jogi, azt meg kell rendelni, tehát ott nekem alá kell írnom egy megrendelést. Az pedig már konkrét új pénzről van szó, még akkor is, hogyha katasztrófa helyzet van, akkor is megrendelés, és hogyha 10 000 forintra van jogosultságom, akkor elvileg törvénytelen, és nyilvánvalóan lesz a kérdele, hogy fölhívja a figyelmét megfelelő hatóságoknak, hogy milyen törvénytelenségeket követünk el. Tehát ebből a szempontból tanácsolom, vagy kérem, hogy alá tudjak írni ilyen megrendeléseket. Én azt gondolom, hogy elsőre, hogy szerintem tényleg az a ügyvéd akkor nézze át és mondja azt, hogy éppen hol áll az ügy, ami gondolom egy ilyen két órás munka, így elméletileg. Többinél meg én azt látom megint, hogy nekem személy szerint több információ lenne szükségem, hogy egyáltalán mikor van az, amikor 100 és 200 ezer forint közötti összeget kell, vagy összegét kell bármit megrendelni, hogy hányszor van ilyen hetente, havonta, két hetente, milyen ilyen esetek vannak, hogy mi mit tudjuk. Megint csak arra visszatérő, ugye, hogy a költségvetés megnézzük, 27 millió forint hiányunk van, tehát hogy hányszor kell az, amikor a polgármester magától tud dönteni és lesz, vagy bármit tesz, és hányszor kell az, amikor tényleg mi is döntsünk, vagy több szem többet lát alapon, tudjuk azt mondani, hogy igen, ez szerintünk is szükséges. Hát szerintem ezt nem velünk, aki megmondja, de gyakorlati példát mondjak, a telefonközpontunk az csak úgy működik, hogyha egy kollega így tartja. Agyrém, és hogyha megváltoztatja a szöget, tegnap is jártam így, szétbontott egy igen fontos beszélgetés, és akkor keresheted előre. Részint a bejövő hívástól udvariatlan, hogy megszer nem tudja, hogy miért szakadt meg, azt hiszem, hogy lecsaptad. Most ez a központ lehet, hogy éppen 14 ezer forint, mert már mennek lefelé az árak, de akkor lehet, hogy csak 9, nem tudom. Most volna megnézzük, akkor ha 14 ezer forint, akkor most megint összehívlak benneteket, szükséges, de azt sem tudod mondani, hogy nem. Tehát, mert nem tudnak telefonálni. Szerintem van egy életszerű határa, nyilvánvalóan az ember nem költekezik, de a 2006-2010-es megrendeléseket át lehet nézni, abból kiderül, hogy miket írtam így magamtól rá, és mennyire volt fontos, vagy mennyire nem. Másik pedig azt szeretném ebben kapcsolatban, hogy meg lehet mondani egy limitet, hogy mennyi az a maximális összeg, amiről saját maga dönthet, és ezen ki túlmenően meg lehet határozni egy éves maximális keretet, pedig már tehet. És akkor tökéletesen kézben tartható. Amit adottunk a költségvetés meghatározott, mert ott a X soron csak 400 ezer forint a logi kiadáson, akkor járva rondjuk el 38-szor a telefonkészüleit, nem tudom megvenni, mert nincs annyi pénz a költségvetési soron. Tehát nyilvánvalóan is befolyásolja. Ha most bármit szavazunk, akkor az SMS-t módosítja. Most én egyébként azt számolok, amit Lajos mondott, hogy most adjuk meg erre az egyedi felhatalmazást, és tekintse át a jegyző, és az SMS-szel, meg egyéb rendelettel, hogy alkossunk egy keretrendelőt, ami ezt az egész kérdést találkozik. Most ez természetesen engedélyezik. Meg mondjuk a telefonhasználatot is, ha túlégi a 10 000 forintunk a klór, akkor arra is. Na meg ott a klór, akkor ezzel minden három egyik felhatalmazást, azt csókolom. Jó, akkor én azt javaslom, hogy éppen szöveges értékhatár nélküli dolog legyen, hogy akkor a ügyvéd urat én felkérhetem. Tehát a képviselőtestület úgy dönt, hogy a pedagógus perben a Szűcs Imre Zoltán ügyvéd urat felkérhetem a per aktuális helyzeténél a tanulmányozására és arról jelentés készítésére. Az AMTS levelével kapcsolatosan szükséges beszerzendő klórmész és hipó beszerzésének vagy anyagának megrendelésére, illetve
Ja, igen, volt ez a telefonközpont. Telefonközpont, ami nyilvánvalóan nem lehet több 20 ezer forintnál, mert ma már olcsó ilyen hat állomásos telefonközpont beszerzésére. És akkor aki egyezett ezzel javaslattal, az készfelemelésre jelezze. 3, 4, 5, 6, 7. És akkor az összes többi pedig a jelző a keretszabályokban, a rendeletben rögzíti. Én ezt a, ha lehet, hogy kettőször csak értem én ezt a ANTS jelentést. Nem semmi problémát, mert amit ide van írva, ez valóban jó. De akkor körülbelül azt mondhatnám, hogy az egész unokanyal arra felpillanak. Tehát én láttam a visegrádi áldatlan helyzeteket is óvodalóval egyedek, tehát még hogy sem kezdődött teljes mértékben az hivatkozás, mert napon tudtok visegrádon. Itt ma elkezdődött, tehát ma reggeltől elég szépen szivattyúz a víz, a hónap folytatódik. Teljes mindig egyetértek vele, hogy a feltűnőtét el kell végezni, ezzel semmi probléma nincs, de hát nem csak ezen a területen kellene, akkor hanem nagyon sok helyen. No, de az egész alsó héten jó, hogy mondjuk nem önkormányzati terület, hanem állami terület. Csinálja meg a gazdája. Oké. Gondolom nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy ilyen határozatot más település nem kapott, és egyedül már működnek a jó beadványra született. De még ezt sem tartom problémának. Tehát bárkit, aki a közelében lakik, zavarhat. Elég áldatlan állapotok vannak meg ezt ma, de ami pontosnak tartottam el mindenni, nem csak úgy. Tehát nem csak az területen, hanem a problémás. Nyilván az ANTS munkatársai egybe közelik egész bölös határát, de mondjuk olyan területre is tőlünk érik a fertőtlenítést, ami állami terület, állami és bérelt terület, és akkor azt még majd nyírjuk is egész nyáron, tehát lehetetlenségeket kérnek, de majd a jövő zenéje, minden esetre én azt köszönöm Béla, hogy ezt a szivattyúzást szerint írtott az engem. Van a lehetőségem, maradjunk ennyire, viszont ha lement a víz és már azokra a területekre, ahol most nem ment, szerintem frissébe egy ilyen fűvágást, hogy valaki jönne csinálni. Aztán amíg megkívulat, hát akkor el kell égetni. Nem lehet vele mit kezdeni. Világos. Megszállod, el kell égetni. Világos. Még annyi pikantériája van ennek a dolognak, hogy még mindig veszélyhelyzet van, tehát még mindig ott a főadnagy úr a parancsnok dömöse. Tehát engem a Stolzenberger alatvedes úr hívett, hogy itt van valami ügy, ANTS vonalon, és nézzük meg az e-mailt rögtön. Holnap jön, arról megbeszéljük, és nyilvánvaló ő is jóvá hagyja a fertőtlenítő anyagok beszerzését, és elkezdik a fertőtlenítést. Azt én jeleztem az ANTS-nek múlt héten, hogy mindegy 10 hektáros területen van szükségünk fertőtlenítésre, eszközünk nincs hozzá, emberünk, ha nem műszaki eszközhöz kell hozzá, akkor van, de eszköz és anyag nincs, azóta az ANTS nem reagált, tehát. Mindenféleképpen javasolnám, hogyha ez az állatlan állapotot megszűnik, és teljes mértékben felszállott és járható lesz a talaj, akkor érdemes lenne a telepviszonyokat, a lejtési viszonyokat nézni, bemérni, és egy nagyon pici tereprendezéssel teljesen belejtetni a csatornát. Tehát nagyon sok problémát meg tudnám feloldani ott egy jó kialakításával akár, és egy nagyobb teljesítményű szivattyúval bármikor be lehet szippantani. Tehát, hogy nem vagyunk itt györöl, hanem oda lejtetni az egészet, amikor a talajszínűen megengedik már. Világos. Jó, köszönöm szépen, ezzel többet akkor nem foglalkozunk. Harmadik napi rendi pont, átadom a polgármester úrnak a szót. Harmadik napi rendi pont a polgármester illetményének megállapítása. A polgármester illetményét 2010-ben, 2006-ban akkor megalakult testület a akkori információ szerint, amiről később kiderült, hogy nem valós, 44 ezer forintos közti kísérdői illetmény alap figyelembevételével 9 és feles szorzóval állapította meg. Ennek az összege akkor 418 ezer forint volt, a havi 418 ezer forint bruttó. Ennek a
ezt az illetményt változtatta meg 2011-ben, ha jól emlékszem, az előző képviselőtestület 8 és feles szorzóra, és 374 ezer forintban állapította meg a polgármesternek az illetményét. Ha tudták volna, hogy csak 38.656 ezer képviselői, illetve a köztisztviselői illetmény alap. Ugye mostanra kiderül, hogy a köztisztviselői illetvény alap 38.650 forint, és 8 és feles, illetve 11-es szorzó között van lehetőségünk megállapítani a polgármesternek az illetményét. Én azon az állásponton vagyok, hogy legalább azt ne csökkentsük, amennyire az előző képviselőtestület levitte az összeget, tehát összegszerűen, ez pedig 9,7-es szorzónak felel meg, és 374.905 forintot jelent. Ez az én javaslatom, van ehhez hozzászólás. Sokat beszélgettünk a képviselőtestülettel erről az ügyről. Két oldalról néztük mindahányan. Az egyik az emberi oldal, hogy Novák Lajosnak eddig mennyi volt a bére, mennyit tett a faluért, és ezt mennyire érdemli meg. A másik oldal pedig a költség oldala, hogy ezt hogy tudja Domos kifizetni. Először beszélnék az emberi oldalról, hogy tényleg eddig volt Lajosnak valamennyi bruttó bére, mennyiből valamennyit kapott haza, amit nem merült még föl, vagy nem hangzott el, hogy ugye egy költségtérítéshez hozzámegy, ami a bruttó bérnek a nettó 20%-a. Nem szeretnék sok számot mondani, de hogy azért az is még növeli ezt a bért. Az, hogy most Lajos mennyit dolgozott, hogy dolgozott, ebben nem szeretnék belemenni. Én azt látom, vagy azt gondolom, hogy emberi oldalról én maximálisan támogatnám, hogy igenis a polgármester tisztességesen meg legyen fizetve. Ne kelljen azzal foglalkoznia, hogy éppen melyik számlát tudja kifizetni. Ne kelljen azzal foglalkoznia, hogy igen, ő örömmel, szívvel énekkel jár bedolgozni. Ne kelljen azzal neki foglalkoznia, hogy esetleg az alacsonyabb bére miatt nem annyira aktívan keresi a pályázatokat, nem annyira aktívan keresi a lehetőségeket. Én ezt maximálisan támogatom is mondom, tehát hogyha költségvetésről vagyunk, hogy emberi oldalról néznénk, akkor én a 11-es szorzót is simán megadnám. Igenis, fizessünk meg egy polgármestert azért, hogy ő szépen és jól dolgozzon. A másik oldal a költség oldal. Az, hogy jelenleg Dömös község önkormányzatának a költségvetése mínusz 27 millió forint. Ami azt jelenti, hogy nem nullára jövünk ki, tehát nincs annyi bevételünk, mint amennyi kiadásunk, ami azt jelenti, hogy ez nem fenntartható. Valamit lépni kell, vagy ingatlanokat adunk el, vagy pályázatokat keresünk, vagy egyéb más oldalról kell nekünk ezt behozni ezt a bért. Mínusz 27 millió forint, amit az előző képviselőtestület felállított, a 8 és feles szorzóval számolt, aki egy 20%-os költségtérítéssel. Amit most a Gábor mondott, ennél ez magasabb. Ami azt jelenti, hogy ezt a mínusz 27 millió forintot, hogyha többet szavazunk meg a Gábor javaslatát, növeljük. Ami azt jelenti, én kiszámoltam, el is küldtem a képviselőknek, hogyha ez a 9,7-es szorzóval számoljuk, az kb. 700.000 forintot jelent még pluszba évente. Most ugye nem egy évről beszélünk, hanem 16 hónapról, tehát ezt felszorozzuk, ez kb. 1 millió forintot jelent mínuszba a még egy kicsit a számokról, mert mondunk itt bruttó összeget, mondunk itt szorzókat, csak hogy tényleg tudják a közönség, meg az emberek, hogy miről van szó. Hogyha a legkisebb szorzót adjuk meg, akkor Lajos a költségtérítéssel együtt 281.000 forintot visz haza minden hónapban nettóba, amit a számlájára megkap, közel 300.000 forintot, amiből a költségtérítés több mint 65.000 forint. Hogyha ezt növeljük, ahogy mondtam, ugye akkor tehát egyre többet kap ő is haza, tehát hogy mondjuk ez a másfél szerep, ez a 9,7-es szorzó, az körülbelül azt jelenti, hogy most gyorsan számol, kb. 35.000 forint
nettót jelent Lajosnak, amit ő hazavisz, 35 ezer forintot, ezzel szemben a felének ugye 16 hónapban 1 millió forint mínuszt jelent. Ezt kellene szerintem átgondolni. A másik dolog a költségtérítés, amiről ugye nem volt szó, itt is beszélgettünk, két lehetősége van a polgármesternek, az egyik az, hogy 20 és 30 százalék között, illetve hogy ő százalékban szeretnék élni, akkor mi szavazzuk meg, hogy a bruttó bérének a 20 és 30 százaléka közötti összeget megkapja. Amit mondtam, hogyha a legalacsonyabb százalékot kapja meg, akkor ez körülbelül nettó 65 ezer forint az, amit ő kap költségtérítésre. Ez ugye az, hogyha mondjuk neki el kell mennyit átgyalni, annak az utazási költsége egyéb. Én úgy tudom, hogy a telefonemben nincsen benne, mert ugye mi is éppen szavaztunk, hogy a telefonunk az így külön van. Tehát ez a nagy rész szerintem az utazási életre, hogyha mondjuk egy üzleti ebéd vagy egyéb bármi más dolog, akkor ebben benne van. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy ezt ő nem fogadja el, vagy nem szeretné, és mivel ő számlát hoz, amiről azt gondolja, hogy igen, ez az ő költsége volt, és azt egy az egyben kifizeti az önkormányzat. Én itt a költségeket számoltam, megint azt mondom, hogy szerintem ez a kilométer költség az, ami itt jelentős kell, hogy legyen. Ennél a 8,5-szeres alapszorzónál, ugye Gáborban ezt ajánlotta, 8,5-szeres alapszorzónál, ez azt jelenti, ugye, hogy nettó havi 65 ezer forint, ez kilométerben, mint az APEC, illetve is nap, nyolamát megnéztem, kopással mindennel együtt, ez azt jelenti, hogy naponta 95 kilométer költséget kap Novák Lajos arra, hogy ő mozoghasson. Ugye ez azt jelenti, hogy napi 47 kilométert elmegy Dömösügyében, majd 47 kilométert visszajön. Szerintem ebbe bőven bele kellene, vagy kell vagy féljen. Ezek az információk alapján, tehát én inkább a pénzügyi számviteli információkat mondom, hogy mínusz 27 millió forintunk van, én maximálisan emellett vagyok, hogy most jelenleg a 8,5-szeres szorzó javasoljuk, illetve szavazzuk meg. Azért is, mert amilyen anyagot kaptunk, ezt később a képviselő testület bármikor megváltoztathatja, növelheti. Arról van lehetőség, illetve ugye Lajos mondta is, vagy írta is a programjában, hogy ő szeretne Dömösnek pénzt hozni. És hogy ezt én is mondom, maximálisan támogatom, csak én olyan projekteket szeretnék látni, vagy abban segíteni, ami a mínusz 27 millió forintunkat csökkenti. Egy olyan beruházás, ami nem csökkenti, akkor én azt tudom mondani, hogy a mínusz 27 millió forint ugyanúgy ott marad, tehát akkor megint csak nem tudok. Tehát én arra teszek javaslatot, vagy azt gondolom, hogy a képviselőtestület, amit már korábban is mondtam, hogy a 8,5%-ot jelenleg, mert hogy ez is megteheti a költségvetésünket, a 27 millió forintunkat, és hogyha később bármi olyan pozitív plusz bevétel van, ami markánsan megnöveli, tehát a nulla felé elmozdítja, vagy a nulla átlépi, tehát 27 millió forint olyan pénz jön Dömösre, amiből a költségeink csökkennek, tehát hogy itt ugye volt szó arról, hogy mondjuk az iskolának a belső felújítása. Én nem látom, hogy ebben az évben abból félmillió forintnál több a bevétel jöjjön, mert hogyha mondjuk ki tudjuk adni bárkinek, akkor annyi 27 millió forintról beszélünk, félmillió forint az nem javít ezen. Én maximálisan amellett vagyok, hogyha 27 millió forint idejön, és utána még közben másfél-két millió forint, akkor én megint maximálisan fogom azt támogatni, hogy igenis Novák Lajosnak szavazzunk meg, plusz pénzt szavazzunk meg, hogy a bére fölé menjen, de addig én ezt nem látom reálisnak. Köszönöm. Köszönöm. Azt szeretném ezzel a költségvetéssel kapcsolatban elmondani, hogy a költségvetés nulla forintra van tervezve. Tény, hogy 27 millió forint költség zárolásra került a költségvetésben, ami valóban egyenértékű azzal, mint a mínusz 27 lenne. De 27, de nullára van tervezve. A másik, amit el szeretem, amit már mondtam is egyébként előzetes beszélgetésekkor, hogy ha a költségvetés mondjuk szeptemberig tudja finanszírozni a falu működését, csak mondtam egy időpontot, Sasszfer kb., akkor Novák Lajos akkor se kap fizetést onnantól kezdve, hogyha tehát akármekkora szorzót állapítunk meg, de viszont sikerül neki a falu számára pénzt szerezni, akkor szerintem megérdemli a magasabb szorzót. Na mindegy, tehát én nem szeretnék ezen hosszan vitatkozni, van-e még hozzászólás a képviselők részéről. Tudhatjuk azt kérdezni, hogy a pénzügyi tervbe a 2013-ban ez a 8 ezer szorzó, ez a 44 ezer forintra készült?
Nem már a helyes azzal segíteném a képviselők döntését, hogy mert itt összekészít a költség általány, mint hogyha nem is lenne költsége a polgármesternek, hogy nem fogok költség általányt kérni, hanem csak a valóságos költségeinek számlával leigazoltam, és akkor sokkal egyszerűbb a kép a képviselőknek. Tehát nem 280 a jön a zsebemben, hanem csak a fizetés. A költsége mindig számlával fogom igazolni. És célval természetesen, hogy hova mentem, miért mentem, mikor. De én azt gondolom, hogy képviselőtestület már bocsáss meg. Nem szeretném, hogyha a lakossági gyűlös lenne az én fizetésemről. Ehhez ragaszkodom. Jó, ez mondjuk jogos. Hát azért. Úgyhogy akkor most nem tudom megbeszélni. Tehát akkor van ennyi a képviselőt részéről észrevétel. Csak egy icipici kiegészítés, tehát az, hogy a nem kapja meg az egész összeget, azért költség fel fog merülni, mert hát fog utazni és fog különbözőséget tenni. Ez tudom, hogy a hiányunkat, illetve hát közelít meg az 27 millió forint. 367. És akkor nem tudom. Van-e másik javaslat? 1016-20%-on kell levonni. 9,5. A 9 és félben lenne a nettó 250,000. Körülbelül. Plusz a fél. 9 és félben számolva. Ja, a nettó, nem tudom, hogy a bruttó. 375,9. 367-ből, hogyha 16%-ig szerintem a TB az 30% mínusz. Jó lenne. Nem tudom, nem. Ez 9 és félben a másik javaslat? Jó, én ezt a sorba szaladásra teszem fel. Ugye volt egy kötetlen beszélgetés, ha visszaemlékeztek, én azért javasoltam a 9 felet, és akkor még nem tudtunk az új törvény által meghatározott 35.650 forintról, és a másik összeggel számoltunk. Világos, tudom. És akkor elhangzott 8 és félre, 44, azt mondom, hogy a 9 és fél az ott van most 1038. Tehát valamivel kevesebb, de... Valamivel kevesebb, de... A segít a testületnek, én ezt elfogadom, tehát... Jó, minden is... Nekem akkor fel kell tenni mind a három javaslatot szavazásra. Egyet szóval. Igen. Alapból ugye ez úgy van a törvényben, hogy az alakuló ülésen kell nekünk szavazni a polgármesternek a béréről. Akkor elhalasztottuk azt azért, hogy legyen egy jogi személyiség, tehát legyen egy jelzőnk, aki nekünk segít a döntésben. Azért, hogy megint csak picit furán állok ehhez, hogy még mindig nincsen jelzőnk, és hogy erről van megoldunk. Azért eldöntjük, mert ha mi nem döntünk, akkor magától is következő hónapban megint nem kap fizetést. Ez öntisztában vagyok. Hát ezért eldöntjük. Csak hogy nincs jogi személyiségen szélzem. Jó, de ez nem feltétele ennek, hogy döntsünk nyilván. Vagy pedig megnyugodt és megnyugodt, hogy nem múltkor ez a halasztó kiszer. Igen, tudom, hogy múltkor amilyen halasztottuk. Nem. De ne mutatkozzuk ezzel. Nem kell is azt mondani. Jó, szavazásra teszem fel a kérdést akkor. Aki a 9, amit az én általam javasolt 9,7%-os szorzót elfogadja, az kérem készfelemeléssel jelezzen. Egy igen, de aki nem. Nem. Aki a képviselők által javasolt 9 és feles szavazót elfogadja, azt kérem készfelemeléssel jelezze. 3 igen. Isten. Jó, elfogadom, igen. 4. Aki nem? 2. Aki a 8 és feles szavazót elfogadja, az készfelemeléssel jelezze. 1. Aki nem?
Mindegy, igen. Jó, tehát akkor megállapítom, hogy a polgármester illetménye 9 és feles szorzóval. Megállapítás. Az összege pedig 367.175 forint bruttó. Akkor megkezdhetett a költségkörítést is, hogy milyen módon lesz? Miután a polgármester nyilatkozott, hogy tételes költségelszámolást kér, akkor a költségterjítés keretében nem kell szavaznom. Nem a keretés, csak a tényleg. A százalékán, hát nem kell szavaznom. Tehát ő nyilatkozott, hogy tételes költségterjítésre tart igény. Tehát ő neki számára kell igazolni a költségeit, arra nekünk szavazni nem kell. Tegyedek napirendi pontban. Szalai Balázsnak ma délután beérkezett egy levele, és úgy látom, hogy itt van. Meg kérem, hogy ismertesse. Nem biztos, hogy mindenki látja, nézi. Parancsolj. Tisztelt képviselőt, tisztelt jelenlévőt. Az a kérdése a fordulatnak képviselő közéletőleg a polgármesterhez, hogy a most levandott nagy Dunai járvéd után a Dunaparton meg kell sétálni, hogy ő kell nézni. Tehát a lépelkedéssel ellehetetlenül, ami annyit jelent, hogy mind az útjait, mind az eszközeit, mindent megrongált a víz. A kérelembe leírtam, hogy a lifthez vezető utat teljes mértékben, nem most a mind a busz megálló felett, mind a főúttal párhuzamosan. És az ügyben kérem a hozzájárulásokat, hogy erre a káreseményre egy kalkulációt készítessek, ami konkrétan négyzetméterre, centire, árakra, több méterre, feltöltés egyébben vonatkozzon, és hogyha ezt önök lehetővé teszik, akkor én zárosvatányban belül leteszek egy olyan kalkulációt, ami alapján önök aztán bölcsen döntenek, vagy sem, hogy elfogadják, vagy sem, de a kérés lényege az, hogy amint a polgármester kezébe kerül a teherállításnak a intézése, vagy már most, amikor a katasztrófa védelem irányít még minden, akkor megkérem a képviselőtestületet, illetőleg polgármesteröt, hogy minden követ mozgasson meg, hogy a helyreállítási alapból újítasson meg Mörösben a partja, és ott aztán mindent el lehet gondolni és tervezni, ami korábban volt, illetőleg, hogy a helyreállítás úgy történjen, hogy mindenkinek a szája igazai történjen, járófelülettel, zöld felülettel, egyébben a kérés lényege, hogy mindez lehetőség szerint állami költségen, hiszen az egész területen, amiről beszélünk, a magyar állam tulajdonban, tehát állami tulajdonú területeket érint a felújítás, kimegyelő helyreállítás. Dióvégben ennyi a történet, a villanyoszlopok ültek ki egy-kettőt elvitt, teljesen most vezeték, mert fölkárdát volt, ugye fülre kell húzni, mert megsérült, tehát teljes felújítás, ennek lesz egy állami képköltségvetése, egy minimálisan elhozkelve a életre is egyáltalán el tudjon indulni, magyarul meg lehessen közelíteni biztonságosan. Én már felvettem a kapcsolatot a közútkezelővel, itt az Árvíz-Kocsán, és a tisztelettel kérni a polgármesterrel, illetőleg a képviselőket, hogy amikor a lépfedvezető út előfordul valamilyen formában helyre lesz állítva, én javaslatot teszek és kérem, hogy a szalagkorlátot állítsák vissza, nehogy ezek a meg nem fontolt módon közlekedő otthonvárok, illetve egyetek beszálljanak az elomos gyerekeket, csoportok közé van sajnos napunk előforduló motorkerékpára, általában két-három naponta van autós baleset, amikor általában tovább tud menni, a rendőrségi statisztikákat szorosvegyes kikérni, mert a haláleseten kívül és a személyi sérülések baleseten kívül más nyoma nincsen, aki tudja az elpucolni, amit a nálkotik valibát. Magyarul a közlekedés biztonsága érdekében gyakorlatot teszek és kérem, hogy a önkormányzat támogassa, képviselőtestület támogassa a szalagkorlát visszahelyezését a kanyarba, hogy ne tudjon semmilyen gétermi adott közlekedő dalokosok közé behajtani. Konkrétan ennyit van az árvízkár helyreállítására, egy kalkuláció megkészítésére hatalmazzanak fel, aztán döntsenek róla, hogy melyik tétel igen, melyik tétel nem. Több mondatokban ennyi a kérdés. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan mindannyian egyetértünk a helyreállítás szükségességével. Első körben ott vagyunk megakadva, hogy az önkormányzat csak saját tulajdonú ingatlanokra, ingóságokra tud benyújtani Viszmajor káreseményt, mint ahogy azt tette is. Tehát minden esetben polgármesternek nyilatkoznia kell, hogy az önkormányzati tulajdon. A hírek jönnek-mennek tekintettel arra, hogy most azért mégis csak rekord kár keletkezett az országba, és
hogy a, valamilyen úton módon bevonják az önkormányzati tulajdonok mellett a magántulajdont, illetve hát a vállalati vagy kisvállalkozói szektort is. Ezt én még nem láttam. Nagyon sokan bizakodunk benne, nyilván ott a kemping is a szomszédokban, hogy csak Dömösről beszéljek, de hát az egész Dunapartot elmosta az egész országban a Duna. Jelen esetben, tehát amit nekünk be kellett nyújtani 13-án, ugye a legutolsó határonapon Viszmajor káreseményt, ugye 7 napon belül kell beadni, azt csak önkormányzati tulajdonokra tudtuk megtenni. És rögtön hangsúlyozom, hogy biztos el fog hangzani, hogy a Pásztor János utcára miért nem nyújtottunk be káreseményt, mert állami tulajdon például. Tehát elsősorban ezt tudom mondani, nyilvánvaló, amint lesz erről információ. Én azt gondolom, hogy ha összeállított, hogy mi mennyi, az mindenképp jó. Tehát a képviselőtestület is tud gondolkodni, meg nem akkor kell, hogyha megnyílik ez a lehetőség. Én nagyon bízom benne jövőre választás, hogy a kormány, hogy is mondjam, enyhébben vagy nyitottabban kezeli ezeket a problémákat. Úgyhogy első körben ígérni nyilván, hogy nem tud a testület, amit nem tud végrehajtani. Tehát erre pillanatnyi jogszabályok szerint állami forrást leírni nem lehet. De magyarul azért összeállíthatóan körülbelül. Hát persze, ezt legyen egy talomba, egy olyan. Tudjuk. Talombára, amire lehet tudatkozunk, ha esetleg mennyi ez úgy lesz, hogyha a kormányrendelet megszűnik, kiterjeszti a káreseményt, akkor az lesz, hogy egy héten belül adják be. Tehát a szokásos dolog. Főleg, hogyha erős pénzeket is tudnak szedni rá, akkor még jobban közelében fognak osztozni rajta, úgyhogy mindenképpen állítsa össze. Egyedegben a visszakakasztál egy kis közlendőt. Igen, én annyit szeretnék, hogy kapjunk egy levelet, ezt máshol, azt is mondom, a Dömös Camping vendéglőtől, hogy segítsünk az áldozati károk enyhítésében. Hogy ez ügyben történt-e valami, hogy válaszoltunk az. Elsősorban feltétlenítő szerekre, emberi munkaerőre és gépekre van szükségük annak érdekében, hogy az üzletet újra működtetni tudja. Feltétlenítő szereket kaptak, emberi munkaerőt pillanatilag nem, hiszen a saját feladatainkat kötelezi a katasztrófa védelem munkatársa. Itt elmondanám, hogy az erdészet a munkatársait már visszavont a saját területre, tehát nekünk az a három fő munkatársunk van, amit egy hónapra az árvízi idejére közszélő munkatársként a munkaidő központ kiadott, illetve hát a kettő meglévő közfoglalkoztatottunk. Ezekkel a munkatársakkal rendelkezünk pillanatilag, tehát és akkor ugye jön a sportpálya, a saját területünk eltözlenítése, tehát nem jutottunk, feltétlenítőszer tartunk a kempingesnek, de munkaerőt nem. Nagyobb döntések, meg nyilván testületi döntés, tehát akár esemény az ugyanaz, mint a Balázsé, magántulajdon, magánvállalkozás, arra állami pénzt nem tudsz pillanatilag behívni. Igen, volt egy másik levél is, amit későn kaptunk meg dr. Pálinkási Csabától, de ő azt kérte, hogy szivattyúzzuk le a focipálya melletti szennyvízmentesítést történjen, elnézést, és az a mai napon megtörtént. Folyamatban van. Igen, elkezdődött. Folyamatban van. Teljesít. Igen. Kapcsolatban egy hapány kérdésem van, hogy a holnapi napra egy felvigyázó esetben a jó, egyfő. Jó. Mikor kell lesz? Vagy mikor menjen? 6-7. Hát, akkor a ráborék már talpon vannak, tehát akkor ma este szólok meg, hogy akkor 6-kor találkoztok ott lenn. Aztán, hogy kitávítod, de majd eldönti. Jó, mondjuk csak figyelni a gépen. Jó. Benzinek van elég? Mert itt van a folyosón kár. Jó, majd Gáborra megoldjuk. Akkor Gáborra megoldjátok, rendben. Parancsolj. És annyit szeretnék még, hogy június 22-én 5 órakor Dömösön a Szent István plébánia templomban kórus találkozó lesz, és mindenkit szeretettel várna. Reméljük, hogy olyan sikeres lesz, mint a tavalyi, úgyhogy aki meg a tavalyi előtt, aki ott volt, azt tudja, hogy nagy élmény volt.
reméljük nem lesz, ott nem dühösebb lesz egy kicsit. Igen? Lehetne. Tudom, hogy volt próbálkozás a Magyar Körúttal, mikor a vízműsítót beszámolt, csak nem jöttek el. Én szeretném, hogyha egy kicsit volt már először kötetlen beszélgetni, hogy megnoszogatnánk őket, hogy jár el a pont az autó, hogy ők is tudják, hogy vannak komoly problémák. Még a 11-esen valamint szinten kezelni kellene. Hát a nagyobb baleset veszélyes helyeket azokat kellene javítani neki. Valahogy rájuk kellene adni egy kicsit hatalmi szóval, vagy... Vagy szép szóval. Vagy szép szóval. Jó. Melyik van a cikavodája? Egyik. Hát inkább a szép alkalomra. Igen. A szó is nem mindig. Inkább a szép szó. Mutat. Köszönöm szépen. Más valami? Nekem lenne egy dolog. Köszönöm. Mutat, hogy mondtam egy társadal kapcsolatban itt az utcán. Kintának egy-két dolog. A Szilágyi Dezső bácsi háza végében valaki kitett nagy mennyiségű permetszert, liter bélcsennyi rossz meg. Kétlen nagy lába permetszer van. Nem kellene intézkedni, mert bármilyen gyereket van egyesed azonban halálos nyilván. És ugyanígy a... De sok, tehát nagy mennyiség van ott. A temető előtti parkolóban, és ott van a sok... Ott ragadó rossz. Kérdezően látom, hogy rögtön. Jó, és el kellene oda vinni. Hát egész nem sikor már, hogy bűzgődik az egész. Más? Más? Nekem lenne még egy itt a képviselőköt és a polgármesterhez címzett levelem, amit most jelenleg itt az árvíz miatt kaptunk, ahogy szerintem ez egy nagyon nagy gesztus lenne az emberek felé, hogyha meg úgy látom, hogy el is várja például a pálinkási örömök csoda, hogy tényleg válaszoljunk rá minél hamarabb. Tehát, hogy amikor megjön, akár mi is, tehát, hogy megkapjuk és kapunk felhatalmazást, hogy megbeszéljük, mert tudom, hogy most itt benne sok a dolog, de azért vagyunk heten, tehát kapunk egy levelet, én szívesen válaszolok neki, hogy rendben, fogunk foglalkozni ügyével, mert ő 14-én küldött egyet, majd 19-én, hogy nem kapott semmi választ. Legalább egy letalmat címzete, nem válaszolhatsz helyette, hogy ott találja. Akkor te átmúlsz a hivatalnak. Szerintem nem lehet, hogy a hivatalnak kell válaszolni. Értem, csak te tudom, hogy az elbeszélgetsz vele, de arra belőle te nem válaszolsz. Értem. Robi arra tudom szerint. Én tudom, hogy arra tudom, hogy nem válaszolnak. Minden előre Válaszolni. Köszönöm szépen, akkor mindenkinek a megjelenést, a gudésre. Van lakossági kérdés. Vagy lakossági forma. Nem, képviselőtestület tisztítésen is lehet ez az. Az ülésre. El kell olvasni.